kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket a ismereti klub mai előadásán. Július elején útjára indítottunk egy előadássorozatot, virtuális helyismereti séták címszóval. Júliusban bejártuk a Bajának a katolikus emlékhelyeit, ma viszont a belváros fogjuk bebarangolni, és aki ebben segítségünkkel lesz gyászolni, fogadják szeretettel. Szépen jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm én is Önöket. Egy tulajdonképpen normál esetben 10 perc alatt teljesíthető bajai belvárosi sétát fogunk megtenni, fizikai értelemben, de ez azért egy kicsit hosszabb ideig fog tartani, mert körülnézünk sétaközben, és igyekszem azokat a megfelelő történeteket és érdekességeket elmondani Önöknek, amit talán napközben a mindennapi séta vagy teendők közepette nem is veszünk észre, csak elsétálok mellette. Körülbelül ez lesz a sétánknak a vonala, azaz, hogy a déli kerttől a kultúrpadlótáig fogunk elsétálni. Mindjárt a kezdeti kiinduló pontunk a déli kert. A déli kertről egy egészen korai képet hoztam Önöknek, hogy lássák, hogy milyen volt az egész kezdeti időkben 1933 előtt, majd később kitérek arra, hogy mi a jelentősége annak, hogy 1933 előtti képet mutatok. Ez a felvétel a Barátok temploma tornyából készült, és látni lehet, hogy egy egészen egyszerű téglakerítéssel van körbekerítve a park. Alapvető kertészeti kialakítás van, csak annyit lehet látni a mai helyzettel összehasonlítva, hogy a kertnek a keleti oldalán, a Dehabe Ferenc utcai oldalon már akkor is egy ilyen kicsit magasabb, megemelt platója volt a déli kertnek, és lépcső vezetett oda föl arra a felső részre. Tehát ugye mondjuk, hogy déli kert, hogyan is került ide ez a park, és ki ez a Déri Frigyes, aki adományozta ezt a szép belvárosi parkot Bajának. Déri Frigyes Bácson született, Bécsben élte le az életét, de gyermekkorának néhány évét itt töltötte Baján a családjával, innen a bajai kötődése. Kereskedő lett, textilkereskedő, selyemkereskedő elsősorban, és műgyűjtő. Nagyon komoly régészeti és képzőművészeti alkotásokból álló gyűjteménye lett, mint dúsgazdag ember. Elsősorban erre költötte a pénzét. A házasságban élt, nagyon boldog házasságban, azonban gyermekük nem született, tehát ez volt az ő passziója. A lakását szinte egy kis múzeumnak rendezte be, hiszen az ő korában, a 19. század második felében, századfordulón még nyilvános gyűjtemények nem igen voltak, hanem magángyűjtemények, amiket alkalmanként a közönségnek megnyitottak azok az emberek, akiknek ilyen nagy gyűjteménye volt. Tehát ő az, akinek köszönhetjük ezt a kertet, de hogy hogyan, mint arról majd kicsit később szó lesz. De hogyan is történt az, hogy ez a Bácsban született férfi ide került gyermekkorába. Bács tőlünk délre Szerbiában lévő város, várra rendelkező város volt, a képet is oda tettem, hogy egy kis képük legyen, milyen a mai képe. Tehát egy komolyabb település volt, és Deutschként, tehát egy zsidó Deutsch család volt eredetileg Déri Frigyesnek a családja, és ide települtek Bajára, de miért is? Az édesapa egy nagyon előrelátó gondolkodású ember volt, akkor már 5 gyermeke volt a családnak, ő jómódú volt, földbirtokokon gazdálkodott, ebből tartotta el a családját igen jómódúan,
de azt gondolta, hogy ha tanítatja a gyerekeit, akkor sokkal szebb jövőt és jobb jövőt tud nekik biztosítani, és mivel a közelben jó hírű gimnázium volt a Bajai Gimnázium, ezért úgy gondolta, hogy ide költözik a családjával, és amíg a nagyobb fiú gyerekei tanulnak, akkor itt legyenek a gimnáziumban. Tehát itt töltettek körülbelül 13 évet. A kezdeti időt pontosan nem tudjuk, de hogy 1873-ban hagyták el a várost, az egy biztos adat, és Bécsbe költöztek. Tehát még tovább lépett az apa, hogy jobb jövőt biztosítson a gyermekeinek és a családjának. Akkor még a Deutsch nevet viselték, 1882-ben magyarosítottak Dérire, akkor, amikor Déri Frigyes házasságot kötött, akkor az egész család áttért. És nézzük meg, a 10 gyermeke született összesen az évek folyamán a családnak. Közülük 5 olyan, akik olyan életpályát futottak be, hogy megmaradt az emlékük, és igen jelentős életpályát futottak be. Frigyes, Miksa és Kálmán, ők még Bácson születtek, a bajai időszak alatt született Júlia és György. Hát Frigyesről már néhány mondatot mondtam, de ismerkedjünk meg a többiekkel is. Déri Miksa az, aki a Bajai Gimnáziumban járt, és itt is érettségizett. Ő mérnök lett, feltaláló, nagy jelentőségű találmánya Bláthy Ottóval és Cipernoszky Károllyal együtt a transzformátornak a feltalálása, ami a mai napig egy kikerülhetetlen technikai találmány, tehát rendkívül nagy jelentőségű. Latinovics Kúria, ami úgy, a hosszú évtizedek óta a mindenkori államszolgáltató vállalatnak a székháza, oda 1996-ban az államszolgáltató vállalat annak emlékére, hogy Bajához kötődő és az áramhoz kötődő tudós mérnök feltaláló volt Déri Miksa, 96-ban Török János által készített emléktáblát helyeztek el. A harmadik Béla Gimnázium is egy emléktáblával emlékezett meg 2013-ban híres tanítványáról. A másik fiú Déri Kálmán, ő festőművész lett. Ő nagyon hányatott életet élt, rendkívül tehetséges volt, ugye Bécsben élt a család, amikor ő fiatal volt és elhatározta, hogy a képzőművészeti pályára lép, utána Münchenben tanult, és nagyon váltakozó volt a ritmus az ő képzőművészeti művészi pályájának, hol díjakat nyert, és nagy kapósak voltak a festményei, hol pedig eleltűnt néhány évre, tehát egy kiegyensúlyozatlan életpályája volt, holott a díjat nyert festményei közül többet őriz, a Magyar Nemzeti Múzeum is megvásorolták a festményeit. És hát ugye itt az adatoknál is lehet látni, hogy két kérdőjel is van. Nem lehetett nyomára jutni annak, hogy hol halt meg, feltételezhetően Münchenben, és csak annyit lehet tudni, hogy az 1930-as években. Déri Júlia, írónő, egy fiatalabb testvér, aki a bajai időkben született itt Baján. Ő írónő lett, színműíró, és Berlinben élve a 19. század utolsó éveiben már a színházat is próbálták megreformálni többet. Ő ennek a vonulatnak az egyik élharcosa volt, részt vett az úgynevezett intim teáter mozgalomba, ami azt jelenteni mai napság, hogy a szobaszínház, ez most már ezt a fogalmat azért mi is ismerjük, most
erre szánsza van a dolognak, de Berlinben abban az időben már ez egy újdonság volt, és ő is írt oda színdarabokat, rendezett. Műfordítói munkájában jelentős, hogy elég sok Petőfi verset lefordított német nyelvre. Sajnos rövid ideig élt, korán meghalt, öngyilkos lett, úgyhogy rövid életpályát futott be. Déri György is Baján született, ő a katonai pályát választotta, és néprajzi gyűjtő volt. A monarchia területén ugye nagyon sokszor ide-oda helyezték a katonákat, több állomás helye volt, de ahol ő egy bizonyos időt eltöltött katonatisztként, őt érdekelte a környezet, a város, ahol élt, és elsősorban a nép élet keltette fel az érdeklődését, és néprajzi tárgyakat gyűjtött. Nagyon jelentős lett az évtizedes gyűjtése, de erről majd egy kicsit később szólok, hogy miért, vagy mennyire jelentős a gyűjteménye. Hát nézzük meg, hogy hogyan is került Baja birtokába ez a szép kert. Egy kis történetet írtam le. Ugye itt töltötte Déri Frigyes a gyermekkorát, és valószínű, hogy nagyon jó emlékeket őrzött meg Bajáról, mert amikor már idősödött, és ahogy említettem, legözvegyült, és gyermektelen házasságban él, elkezdett azon gondolkodni, hogy azt a nagy gyűjteményt hogyan tudná ő elhelyezni, és a köz számára hozzáférhetővé tenni. És levelet írt 1914-ben ezekkel a gondolatokkal, hogy Bernhard János bajai orvosnak, aki a későbbi Bernhard Sándor polgármesterünknek az édesapja volt, aki gyermekkorából ismert, és amikor Bernhard János Bécsben járt orvosi egyetemre, akkor is fiatalemberként találkoztak, és neki írt egy levelet, és leírta ezt a szándékát, és hogy úgy gondolja, hogy ő Bajának szeretné a gyűjteményét adományozni. Úgy képzelte, hogy épít egy épületet, egy múzeum épületet, ajánlott először ugye vásárolni egy telket, felépít egy épületet, ahova elhelyezi a gyűjteményét, és az egészet kompletten, amikor már készen van, akkor ajándékozza Baja városának. 1914-ben el is jött Bajára, és a ferencesek kertjéből egy 5 holdnyi területet megvásárolt. Most már megvolt a telek. 1916-ban egy építészmérnökkel együtt ellátogatott Bajára, hogy megnézzék a helyszínt, és hozzákezdtek az érdemi munkához, magához, az épület megtervezéséhez. De most végig tekintünk az első három évszámon, akkor már látjuk, hogy a történelem mit hozott ezekben az években. 1914 és 18 között zajlott az első világháború. Ezek háborús évek voltak, nem igazán volt ez egy ideális időszak arra, hogy egy ilyen nagy dologba kezdjen. Tájékozódott is, ugye 1918-ban vége volt az első világháborúnak, viszont Baja még utána 33 hónapon keresztül bizonytalan helyzetben volt a szerb megszállás alatt. Nem lehetett tudni, hogy a békekötések után hova tologatják a határokat, és látta, hogy bizonytalan Bajának a helyzete. És ekkor körülnézett, és 1920-ban megegyezett Debrecennel, és elhatározta, hogy Debrecennek fogja ajándékozni a gyűjteményét. Akkor már Debrecen tervezte, hogy egy múzeumot fog építeni. Az országos sajtóban jelent meg 1920-ban ez a hír, hogy
milyen ajándékozást tesz Déri Frigyes Debrecen városának. Ezt olvasta a napi lapban Bernhard János, és rögtön írt egy levelet a barátjának, hogy hát mi történt, tehát hogy megváltoztatta az elképzelését. Erre válaszolt Déri Frigyes, feketével kiemeltem az indoklását, kis részleteket, hogy rövid legyen a szöveg, hogy baj a városunk érdekeiről nem feledkeztem meg, és lakosai iránt nem változott elhatározásom, hogy abban az esetben, ha baj a magyar város marad, fenntartom ígérek felett egész teljességében. A város közepén fekvő kertet a város tulajdonába juttatom azzal a feltétellel, hogy mint nyilvános sétakert a közönség számára fenntartassék. Tehát magát a telket azt meghagyta, hogy az baj a városé legyen. Hozzá kell tenni, hogy ő először 550 ezer pengő tedletébe az építkezésekre, amit megtoldott, 1 millió pengőre. Csak az volt a pökkenő, hogy megkötötte a várossal 1923-ban a szerződést, tehát baján élett a terület, de a háború után olyan nagyon devalválódott ez a rengeteg sok pénz, hogy éppen baj a városának csak annyi a maradék, az értéke a pénznek, arra volt elég, hogy a parkosítást megcsinálja. Mintha érezte volna, hogy nincs sok ideje intézkedni, hiszen látjuk, hogy megkötötte a szerződést, és a következő év októberében Bécsben meghalt Déri Frigyes. Mivel ugye addigra már Bécs egy másik országban volt, Debrecennek elég sok dolga volt azzal, hogy a hagyatékot haza tudja hozni Magyarországra, és el tudják helyezni. 1930. május 25-én nyitották meg Déri tervei szerint megépített a múzeumot, és miért is volt fontos az, hogy Déri is a tervezésben részt vett. Mégpedig azért, mert Munkács Mihály Ecce-Homolt című festménye akkor már az ő tulajdonában volt. Tudjuk, hogy milyen hatalmas nagy ez a festmény, és úgy kellett megtervezni a múzeumot, hogy méltó helye legyen ennek a festménynek. És még itt megígértem, hogy Déri Györgyről is fogok beszélni itt az alkalom, ugyanis Déri Györgynek olyan nagy volt a néprajzi gyűjteménye, hogy a mai napig a Néprajzi Múzeum után második legnagyobb néprajzi gyűjtemény. És Déri György is úgy döntött, követve a bátyját, hogy Debrecennek ajándékozza ezt a gyűjteményt. Egy ideig ez a gyűjtemény külön gyűjtemény és külön látogatható volt Debrecennek, később beolvatta a Debreceni Múzeumban, tehát jóval tudjuk, hogy Magyarországon a második legnagyobb néprajzi gyűjtemény Debrecenben található a Déri Múzeumban. Déri kertnek egy kis történetét, egy kis naplóját állítottam össze. Ugye 23-ban volt az ajándékozási szerződés, 1933-ban az első világháborús emlékmű került először oda, 34-ben az első déri emlékmű, 35-ben díszes kapukat építettek a kert köré, 1944-45-ben szovjet katonasírok kerültek a kertbe, 49-ben Stalin szobrot állítottak, és még a kertnek a nevét is megváltoztatták, tehát jó néhány évig Stalin kertnek hívták a Déri kertet. 1950-ben az első 56-os emlékmű épült meg, 1981-ben a kert megcsonkítása történt, ugyanis ezekben az években elvették azt a területet, ami szükséges volt az 51-es út kialakításához, a négysávos út kialakításához, tehát a maga a teleknek a keleti, nyugati részéből levettek jó néhány méterig, és kicsit kisebb lett a kert. 1990-ben készült el a második déri emlékmű, 96-ban a második 56-os emlékmű, az az emlékkő készült el, 2006-ban egy rekonstrukción esett át a kert,
és 2006-ban ezzel párhuzamosan megújították a szovjet katona sírokat is. És most nézzük részletesebben. Az első világháború után elsőként Baja állított emlékművet. Ugye mai szemben lehet, hogy azt gondoljuk, hogy 1918-20 után milyen sok idő telt el, de gondoljuk el, hogy ez az első nagy világégés micsoda nagy károkat és gazdasági problémákat okozott. Tehát az emberek először észhez tértek, és ki a lelki és az anyagi sebeiket igyekeztek begyógyítani, és utána tudtak csak emléket állítani. Ez a nagyon szép, mértéktartó, méltóság teljes obeliszk került ide a déli kertbe. Ez egy 23 méter magas, vasbetonból készült oszlop, amit édesvízi mészkőlapok, travertin mészkőlapok fednek. A tervezője Padányi Gulyás Jenő, Miskolci Ferenc és Miskolci László, és Nagy András is Baja hosszú éveken keresztül főépítésze is részt vett a tervezésben. A díszítés is rendkívül mértéktartó, a háború kezdeti és végső évszáma látható rajta. A kard maga Szent István kardját jelképezi az alkotók szerint, és ugye a talapzaton pedig a hármas halom, a kettős kereszt, és az egyik legszebb versőnek a szózatnak az idézete, ami nagyon illik ehhez a virágégéshez, hogy nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért. Az eredeti terv szerint az emlékműnek a két oldalán felsorolták volna azoknak a neveit, akik bajaiak és meghaltak az első világháborúban, de erről nem mondtak, úgyhogy ez a mértéktartó emlékmű maradt meg. 1934-ben a következő emlékmű került a parkba, a baloldali képen látható. Sobogyi Pál tervezte magát az emlékművet, és Trobl Alajos által készített Déri Frigyes portré díszíti. Ez egy nagyon kellemes kis tavacska volt előtte, hogy látszik is a képen, és két oldal csomagóból folyott a víz. Hogy látjuk, hogy közel van a barátok temploma tornya, tehát a kertnek a nyugati kerítésénél helyezték el ezt az emlékművet. Az a mellszobor, ami a régi emlékművön szerepel, az ugyanaz, azaz a másolata annak a szobornak, amit a Déri Múzeum megnyitásakor a Debreceni Déri Múzeumban helyeztek el. 1986-ban ugye már túl vagyunk a 1980-81-es útépítésen, amikor kisebb lett a kert, és ugyanolyan fekvésben, tehát a nyugati oldalon, egy kicsit megváltoztatva, de hasonló mértéktartással készített a város egy déri emlékművet. Itt azonban nem egy újabb megbízást adtak egy másik szobrászművésznek, Pál János Ervin készítette el ezt az emlékművet. 1935-ben újabb változás volt a kertben. Öt helyre kovácsolvas díszkapukat készítettek. Kara János lakatos mester munkája volt. Amit mi már szerintem egyikünk se láthatott, az én anyukám 93 éves, ő még emlékezett rá, hogy a Deák Ferenc utca, tehát a keleti oldalon az emlékmű mögött lehet látni egy ilyen kis köríves
kis részt a kerítésen, az volt a Deák Ferenc utcai kapu, és két kapu volt a Széchenyi utcai oldalon, és két kapu volt a Deák Ferenc utcai oldalon. Azért ne hagyjunk ki egy kis érdekességet, ha jól megnézzük ezt a fotót, ott a bal felső sarokban egy olyan kis pavilonka látható. Az volt a kert őrének, a parkőrnek a pavilonja. Ő ott ücsörgött, hogyha esett az eső, vagy rossz volt, vagy nagyon sütött a nap, de az volt az őrbódi, manapság már ilyen elképzelhetetlen volna, de az még egy kis érdekesség. Később a kapukból 1945-ben ebben a Deák Ferenc utcai kaput lebontották, föltételezem, hogy azért, mert ugye azt a felső platót a sebesült katonák, akik meghaltak itt a bajai kórházba, azokat oda temették, és hát végül is sírkert lett az a felső plató. És 1965-ben pedig a Petőfi Sándor utcai kaput, ami az iskolával áttelepve volt, azt bontották le. A másiknak még a református templomhoz közelén az legalább a kapupillérei megvannak. Hát 44-45-ben is jelentős esemény és változás történt a déli kertben. A közeli épületekben voltak a polgári fiúiskolában és a Nemzeti Bank épületében, ott volt a hadikórház. És hát most lehet, hogy nem jól szólt, tehát úgy adta a helyzetet, hogy a sok halottat hova temessék, a temetőket távol is voltak. Nem is volt talán hely, és úgy adódott, hogy ide temették el a katonákat, orosz katonákat, a Vörös Hadseregnek az itt meghalt katonáit. A baloldali képen egy 2006 előtti állapotot lehet látni. Minden katonának külön kis síremléket emeltek annak idején, hát azok azért 60 év alatt tönkre mentek, sokat le is döntöttek, tehát igen méltatlan kinézete volt ennek a katonai temetőnek, és akkor a város rekonstruálta a kertet, és fölvetődött az is, hogy esetleg exhumálják a holtesteket. De ebbe Oroszország nem egyezett bele, a Hart Történeti Múzeum is beavatkozott ebbe, és intette a várost, hogy nem volna ez méltó, és akkor Oroszországgal, meg a nagykövetséggel, a Hart Történeti Múzeummal megegyezve ezeket az egyszerű kis szintén a neveket feltüntető kis síremlékeket helyezték el a régiek helyett. És akkor jött az 1949-es év, és nagyon boldog voltam, amikor ezt a régi képeslapot megtaláltam, amit végre lehet látni a Sztálin szobrot. Körülbelül ott állt, ahol most az 1956-os emlékmű, tehát azon a részén. És ezen a képen látható szovjet középső emlékmű, és még két oldalt is az előző képen látható volt, hogy nem csak a sírok vannak, hanem van három emlékmű is. Ahogy említettem már, ugye megváltoztatták még egy ideig a déli kertnek még a nevét, és Sztálin kertnek nevezték, hát ugye 1956-ig tartott ez a folyamat. Egyébként magát a Sztálin szobrot Pácai Pál készítette, és a Bajai Múzeumban őrzik. 1955-re az az egyszerű téglakerítés, amit a legelső képen is láttunk, az teljesen szétfagyott, tönkrement, és Nagy András városi főépítész téglából ezt a kicsit csipkézett és díszes téglakerítést tervezte a déli kert köré.
ami sajnos szintén nem lett időt álló, mert már csak mutatóban van egy kevés belőle. Én a felső fotón fotóztam a Széchenyi utcai bejáraton, ahol mutatkozik az is, hogy ilyen köbből készült vázákat is annak idején elhelyeztek a pillérekkel, és hát ez mutatóban megmaradt ez a kicsi rész. Hát 1956. november 1-én a Sztálin szobor helyére egy úgynevezett forradalmi emlékmű került, amit egy éjszaka készítettek el, ifja Béber Sándor tervezésével, és az akkori ipari tanulók, építőipari tanulóknak a segítségével. És hát ez egy nagyon egyszerű kis emlékmű volt, és nem volt hosszú életű, ugye a forradalom sem volt hosszú életű. Tehát múlt az idő, és 1996-ban az 1956-os forradalom kerek évfordulója alkalmából egy emlékkövet helyeztek el a déli kertben. Kirchmayr Károly szobrászművész volt az, aki ezt az emlékművet elkészítette Bajaváros címerével és felirattal, és az emlékkő hátoldalán elhelyeztek egy bronz táblát is, amin a kommunizmus bajai áldozatainak nevei szerepelnek. És akkor most kisétálunk a déli kertből, és elindulunk a Deák Ferenc utcán. Most átmentünk ugye a Zebrán, az 51-es úton, és ott megállunk egy kicsit, és egy nagyon szép épületet látunk. Ez a Bajai Olvasóegylet, később Tóth Kálmán polgári haszonnak a székháza, ahol most lakóház van benne. Nagyon hosszú ideig működött ez az olvasóegylet, 19. század első felétől kezdve működött, és egy kulturális központja volt, nagyszerű könyvtárral felszerelve. 1945-ben az államosítás után szakszervezeti művelődési ház volt, 1990-ig. Az épület sorsa megkicsételődött a 2000-es évek tájékán, mert ugye frekventált helyen van, régi épület, úgy gondolták, nem kéne rá költeni semmit se, hanem le kell bontani. Szerencsére elég sokan felszólaltak ezzel el, egy kis műemléki, országos műemléki hivatal segítségével sikerült odahatni, hogy nyugodtan alakítsák át a főfal mögötti részt, de városképileg maradjon meg ez a szép épület, így is történt. Jellegzetessége az épületnek, ez a gyönyörű szép kovácsolt vaskapu, és tudni kell róla, hogy Baján ez az egyetlen olyan kapu, ami vasból készült. Nem csak szép a díszítése, hanem az egész vasból készült. Hát a kaszinó épületétől jobbra áll a volt Latinovics kúria, ami a 18. században épült. Néhány átépítés, változtatás után 19. században, második felében nyerte el a mostani formáját, szép mértéktartó épület. Ugye tudjuk, hogy a Latinovics család Szerbiából jött északra föl Bácska területére, és először Baján telepedtek meg. Később itt a környéken, Bácsborsódon és Katymáron vásároltak földeket, és nagyon meggazdagodtak, rendkívül népes család volt sok ággal. 1803-ban egy nyilvántartás szerint ifjabb Latinovics József lakott, nem is pont ebben a házban, de ezen a telken álló épületben. Az épületet később, az első világháború után elszegényedett a Latinovics család, eladták az épületet, és akkor
néhány év után magánemberektől, 1926-ban megvásárolt a Baja város, és a városi közművállalat, amit Baváknak hívtak rövidítve, annak azt a székháza lett, és én úgy szoktam mondani, hogy a mindenkori áramszolgáltató vállalatok, mert névváltozat az igen sok volt, és annak a székháza. És itt a sarkon lehet látni Déri Miksának az emléktábláját. És azon korábban sokáig Latinovics köznek hívták ezt a kis utcát, ami a volt Latinovics kúria és a múzeum között van, és most már Déri Miksa köznek nevezik. Hát nagyon kevesen vannak, azt hiszem, a bajaiak közül, akik már jártak benne az épületben. Én bementem, és most fotókat is készítettem, nagyon kedvesek voltak, nyitottak voltak, örültek neki. Nagyon-nagyon szép bent az épület, egyébként építészetileg jellegzetessége a belső tereknek, hogy mindegyik helység volt íves. Tehát annak idején úgy építették meg. A Balassó képpel találkozunk, hogyha bemegyünk. Ez egy nagyon szép szélfogó ajtó, elzárva az előteret a belső terektől, fönt színes üvegdíszítése van. Ez a következő kép pedig az erkélyre néző szobának a folyosó felőli bejárati ajtaja, szép ellenfényesen lehetett megnézni, hogy milyen szép díszítése van. No, és amikor kimentem a kertbe, hát egy gyönyörű parkosított kis kertje van az épületnek. A lépcsőház, ez a kiemelkedő félkörüves, vagy inkább hengernek mondható rész, és egy nagyon kedves kis veranda is van az udvar felé. Az épülettel szemben a Barátok temploma van, és a Barátok temploma mellett egy kis szabad tér, de a templomnak a falában egy kis szoborfülke van, ahol Baja város legrégibb szobra, a Mater Dolorosa szobor, ami 1740-ben készült, az látható ott. 1775 és 1960 között itt a teleknek a sarkán, tehát ahogy a Deák Ferenc utca és a Bartók Béla utca találkozik, ott állt egy kis hasonló fülkében, egy kis szentélyben ez a szobor. 1775-ben volt, amikor Grasalkovics Antal, aki már 25 éve az övé volt Baja városi uradalom, ő próbálta formálni a várost is. És az ő elképzelése volt a Deák Ferenc utca és a Szent Antal utcának a kialakítása. És amikor a Deák Ferenc utca, hogy betorkoljon a főtérbe, azt a részt alakították ki, akkor annak az útnak a szélességét elvette a ferencesektől. És ezért új kerítést kellett építeni, tehát beljebb vitték, ahol most a járda van, odáig be kellett vinni a ferenceseknek a kerítését. És előtte ez a szobor a kolostor bejárat előtt állt, inkább ott a Széchenyi utca tájékán, és akkor megváltoztatták annak is a helyét, és úgy alakították ki a kerítést, hogy egy kis kápolnácska, vagy hát az is egy ilyen szoborfülke volt. Tulajdonképpen egy kovácsoltvas kerítés is volt előtte, és 1960-ig, amikor elbontották a kerítést, egész addig ez a szobor ott állt. Kőhegyi Mihálynak a visszaemlékezéséből lehet tudni, hogy amikor lebontották a kerítést, akkor nagy dilemma volt, hogy mi legyen a szoborral, és jó néhányan összefogtak, hát ugye, mint múzeumi ember odafigyel a műemlékekre, ő is nagyon harcolta azért, hogy méltó helyre kerüljön a szobor, és akkor találták ki, hogy beváljnak a templomnak a falába egy ilyen kis szoborfülkét, és akkor ott elhelyezték a szobrot, úgyhogy meg lett mentve. És védett helyen van a legrégebbi szobrunk.
hát ugye annak a bizonyos kerítésnek a lebontásakor szabaddá vált ez a terület a templom mellett. A 70-es években volt egy ilyen mozgalom Magyarországon, vagy divatnak mondható, hogy szoborparkokat létesítenek. Baja is hát gondolta, hogy ez egy kellemes hely lenne arra, hogy ide szobrokat állítsanak. Meg is történt ez, de időközben 2005-ben Jávor Ferenc Park nevet kapott ez a kis terület. Jávor Ferenc évtizedeken keresztül a Ferences templomnak a plébánosa volt, és 2004-ben hunyt el, és 2005-ben ezzel a kis táblácskával is megjelölték, és ő emlékét őrzi a park. Nézzük meg, hogy milyen szobrokat láthatunk. 1972-ben Kriglő Józsefnek a szobra volt az első, ami ide került. Bajai születésű feltaláló volt, és érdekes módon Kligl Sándor, aki az ő unokája és szobrászművész lett, ő volt az, aki elkészítette az ő szobrát, ami tulajdonképpen inkább egy nem Kligl József szobor, hanem egy kompozíciónak tekinthető, hiszen a művész ükapjának egy plaketten ábrázolja az arcképét, és a többi szerkezeti elem az idézi a Kriglő József találmányait, a nyomdai szedőgépet, a kottaírógépet és különböző vasúttal kapcsolatos technikai találmányait. Tűr István szobor is került 1978-ban ide a parkba. Gera Katalin készítette. Hát ez az első Tűr István szobor, de bizony a kinézete miatt elég nagy viharokat kavart annak idején, mert ugye az ábrázolásokból mi tudjuk, hogy igen szép ember volt még idős korában is Tűr István, és igen, igaz, hogy nagy bajusza volt, de ezen a szobron kicsit eltúlozta a művésznő, és kicsit karikaturisztikusra sikerült, de hát van szobra is Tűr Istvánnak. A harmadik szobor, ami a sarokhoz legközelebb van, ez Dr. Gajdócsi Istvánnak a szobra. 1998-ban az ő családja állította ezt a szobrot. Gajdócsi István Baján született. Évtizedeken keresztül Bács-Kiskun megyei tanács elnöke volt, és Baja város országgyűlési képviselője is. De amikor ideállították ezt a szobrot, akkor már ez az alja rész, ez az alsó rész az már megvolt. Ennek az az oka, hogy korábban, 1973-ban már itt állt egy másik szobor, méghozzá Nagy István festőművésznek a szobra, amit 1973-ban Varga Imre szobrászművész készített, de időközben, 1985-ben a Vojnich kúriát átalakították, és Nagy István képtár lett belőle. És néhány év elteltével úgy döntöttek, hogy a Nagy István szobor az őróla elnevezett képtár előtt lévő kis téren sokkal méltóbb és jobb helyen volna, és 1988-ban áthelyezték oda a szobrot. Úgyhogy így volt egy ilyen szoborcsere. Hát, hogyha a múzeumnak az épület, azaz, hogy úgymond úgy is mondhatnánk, hogy a volt takarékpénztár és a múzeum épülete között, a kis Déri Miksa közön elsétálunk, akkor egy nagyon szép kis parkba érkezünk, de a Latinovics kúriának a záró épületéhez is. A toldalék épület, inkább talán ez a helyesen megnevezés. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a Latinovicsok így építették ezt az épületet. Hát nem így van, hanem 1941-ben készült ez a kis toldalék épület, közelről le is fotóztam bizonyítékként
a kapu fölött látható az évszám, hogy akkor épült, és nagyon drás építész tervei alapján készült el, akkor a Latinovics Kúria emeleti részén polgármesteri lakást is alakítottak ki, és az utolsó két, második világháború előtti utolsó két polgármesterünk, Borbíró Vojnics Ferenc és Bernhard Sándor is itt lakott a szolgálati lakásban ebben az épületben. Ez a nagyon szép kis Roosevelt tér, ami nagy épülettömbök között szépen hosszúkásan elterülő kis intim parkocska, ez egy nagyon szép szobrot is őriz, egy Neptun szobrot, Ómann Béla készítette, egy kis csobogó a posztamense, és 1973 óta áll itt ezen a téren. Érdemes megemlíteni, hogy a II. Világháború előtt ennek a szobornak a helyén egy másik szobor áll. Megyesi Ferenc által készített egy lovas szobor volt itt. Sajnos nyomon veszett. Erre még senki nem tudott rájönni, hogy hova tűnt és hova ment. A kis térnek az északi oldalán egy nagyon szép épület látható. Ezzel az épület résszel lett teljes többé a múzeumnak, azaz, hogy a takarékpénztárnak az épülete. Ugyanis a takarékpénztár üzleti részeket ugyan megtartott a földszinten, de amikor megalakult 1936-ban a Bajai Múzeum, akkor rendelkezésre bocsátotta az emeleti helyiségeket és a többi földszinti részt. Ezt az épületrészt, ami a kis térre néz, ezt még 1894-ben a takarékpénztár építette. 1926-ban kis átalakításon ment keresztül, de így teljes egészé a múzeumhoz tartoznak ezek a helységek, amiket rejt az épület. A múzeum épület részével szemben a déli oldalon egy modern épület áll, ami nagyon szépen rímmel, lehet mondani, hogy szépen összehangolták a két épületet, Pártos Gyula által tervezett épületet, és ezt a modern épületet szépen megoldották, és szépen keretezi a kicsike kis parkot. Ettől a modern épülettől jobbra a Szabadság utcának és a Roosevelt térnek a sarkán áll a volt Mészárosféle ház. Ez az épület Mészáros Antalé volt, aki Mészáros Lázárnak a bajai születésű tábornoknak, Magyarország első hadügyminiszterének a bátyja volt. Ő építette ezt a kétszintes lakóházat, alul üzletek voltak. Valami történhetett az építéskor, statikailag valami nagyon rossz történhetett, ugyanis 1901. április 6-án az épületnek a sarok melletti része leomlott, és 6 embert temetett maga alá a sok törmelék. Ez egy borzasztó tragédia volt, és még úgy, hogy az, ami képet tudok mutatni róla, ez egy képes lap. Tehát képes lap készült róla, egy olyan nagy esemény volt. A jobb oldalon látható képes lapot azért hoztam ide, mert lehet látni egy kicsit ennek az épületnek a sarkát. Ugye itt elő van a városházának a sarka, utána a takarékpénztár, és utána lehet látni, két olyan üres téglalapot látunk ott. Ez még az teljes lebontás előtt készülhetett ez a felvétel, amikor még az emeletet lebontották le, csak ezt a sarok elemet,
És érdekes, hogy a szövegből is látható, aki írta ezt a képeslapot valakinek, hogy megemlíti ezt a tragédiát, és hogy azért küldi ezt a lapot, mert látható rajta ez a bizonyos épület. Az épületet, amikor ugye felújították az omlás miatt, akkor csak egy emeletesre építették, nem kockáztattak még egyszer, megváltoztatták az épület sarok részét is, és ezzel a kis kő erkéllyel díszítve egy ilyen lecsapott épület sarkot csináltak. És akkor ugye látjuk a jobb alsó mai képen azt, hogy hogyan néz ki a mostani új utcakép a Szabadság utcán, a Mészáros féle házzal átelembe. Látható a volt Rej, Farkas és fiai áruház, ami 1908 és 1948 között ennek a családnak a birtokában volt, és ők működtették ezt az áruházat. Amikor ez megépült, küllemében is, és belső díszítésében, és áru kínálatában is olyan színvonalas volt, mint bármelyik nagyvárosi korabeli áruház. Később, az államosítás után, a szomszédos épülettel kissé összevonva, 1975-ig a Bajai Állami Áruház működött, tehát megtartották a kereskedelmi funkcióját az épületnek, és később nem akarta a város hagyni, hogy elvesszen ez az épület, hiszen ez egy szinte egy üres doboznak, egy kockának képzeljük el a belső teret, tehát kulturális célokra igen megfelelő, és akkor jött az ötlet, hogy kulturális célokra is megfelelő lenne, azért az épület is 2011 óta Bácskai Kultúrpalotaként működik. A mellette lévő Schlesinger házzal összevonva, korábban csak a földszintje volt összevonva állami áruház idejében, most pedig az emeleti rész is a falak összevonásával, vagy átjárhatósággal, inkább így mondom, egy épület együttest alkot. Most mutatom a házat, a Kultúrpalotának a főtérre néző épület részét, a Schlesinger házat. A Schlesinger család az egyik legrégebbi bolt helységgel rendelkezés komoly kereskedője volt a városnak. 1815-től kezdve már üzletük volt, és ezen a telken korábban két épület volt, egy földszintes és egy emeletes, és az egyikben lakott is a család, a másik kettő az kereskedelmi célú volt. Ez az épület az 1880-as években épült meg. Itt is egy kicsit érdemes betekinteni a falak mögé, elég sok mindent megőriztek. Ugye látjuk a szép öntött cement lapokat, szép mintás színes padozatot, az emeleten kis beépített bútort, a lépcsőnek a szép kovácsolt vas elemeit és a díszes ajtókat. És ennek a családnak egy nagyon híres leánygyermeke született, azaz, hogy még mikor született, persze nem volt híres, később híressé vált. Ő Schlesinger Emma, aki később Sándor Emmára magyarosította a nevét. Ő rendkívül jó nevelésben részesült, sok idegen nyelvet beszélt, és zongorázott nagyon magas színvonalon, és zeneszerzéssel is foglalkozott. Ő Budapestre, Gruber Henrikhez ment feleségül, ott élt, és ott is a zenével nagyon komolyan foglalkozott, úgyhogy
Kodály Zoltán volt az ő zeneszerzés tanára. És ebből a tanár-diák kapcsolatból egy komoly szerelem szövődött, annak ellenére, hogy Kodály Zoltán 19 évvel volt fiatalabb, mint Schlesinger Emma, és mégis 1910-ben házasságot kötöttek, és 1958-ig, tehát 48 éven keresztül boldog házasságban éltek. Emma asszony 95 éves korában hunyt el, azon a kis képen is lehet látni, hogy milyen kedves viszonyban voltak, de ez nem csak a kép mutatja, hanem más is. A sétánkkal tulajdonképpen a Schlesinger házhoz elértünk, azaz a kultúrpalotához, de még szeretnék egy érdekességet megosztani önökkel, amit úgy gondolom, hogy igen kevesen tudnak Baján. Ugye a bajai származású Schlesinger Emma férje Kodály Zoltán, de Kodály Zoltán édesanyja, a családja bajai család volt. Méghozzá olyan módon, az édesanyját ugye Jalovecki Paulinának hívták, Fehér templomba született, Baján halt meg, de az ő nagyapja Lengyelországból, egy lengyel nemesi családként Bácskába menekültek. És a Jalovecki Paulina szülei is Baján születtek, itt éltek. Paulina csak azért született Fehér templomba, Bánságban, mert a szülei kocsmárosok voltak. És ebben a Bánságban, Fehér templomba, abban az időben, amikor ő született, akkor ott béreltek kocsmát. És az is érdekes, azért Baján halt meg, mert amikor megözvegyült, akkor a bajai rokonokhoz jött Bajára. Még ezt szerettem volna megosztani önökkel, és hát véget értünk a sétát, remélem nem volt nagyon fárasztó, és remélem, hogy elég sok érdekességet tudtam önökkel megosztani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!